minden ember életműve, akár fotós, akár író, akár bármi, egy torta. És ezt a tortát, ha így vágjuk félbe, ha így vágjuk félbe, a keresztmetszetében ugyanazt fogja mutatni. Az én megközelítésem, ami a könyvből is kiderül, az az, hogy én egész életemben azt kerestem, a saját életemben is, hogy hogyan lehet lehetőségek szorításában maximálisan szabadnak lenni és szabadon élni, úgy, hogy az ember legalább a saját belső szabadságát mindig, minden egyes helyzetben megpróbálja kivívni, akkor is, hogyha a környezete ellenáll. És ebben méltótárs volt a Paulius, nem hogy méltótárs, hanem atyamester és tanítómester, mert hogy a Paulius, amikor elvégezte akkor még Szovjetunióban a közgazdasági egyetemet, és elhelyezkedett egy olyan állásba, amelyik jól fizetett, megbecsült munkája volt, összesen másfél vagy két évig bírta, és onnantól fogva soha, semmikor, senkinek nem volt hajlandó se pénzért, se másért szolgálni. És ez a fajta belső szabadság, ez számomra legalább annyira fontos, mint az a majdnem egymilliónyi fényképfelvétel, amit élete során elkészített. Мажа недідуле, маргам лопші гуле дама, не коня жіною. Маргам лопші гуле дама, не коня жіною. Ahhoz a módszerhez folyamodtam, amit fotomuzeológusként tanultam és gyakorlok is, hogy amikor van egy meghatározott intervallumról 10 kép, az itt, itt, itt és itt, de ezeket nem köti össze semmi. Nekem kell fejben, a tudásommal, a források, más irányú források felhasználásával a 10 képet valamilyen módon összekapcsolni. Ugyanígy volt a Pauliusszal is. Amikor mondott valamit, hogy most Tájföldből átment Burmába, hát ránéztem a térképre, Tájföldről nem lehet csak úgy átmenni Burmára, hogy így belépek, akkor ott elkezdtem utána keresni, hogy a két időpont között hol mindenhol csinálhatott még fényképet, olyat, amit én nem használtam föl a könyvben. Litvánia önállóságáról 89 végéig hallani sem akartak. Ő úgy volt litván, hogy közben folyamatosan egy presszió alatt volt, ahol az ő litvánsága nem volt, hogy úgy mondjam, szabadon megélhető. Tehát teljesen egyértelmű volt, hogy ő onnan valahogy elvágyott. A Szovjetunión belül nem nagyon lehetett a 80-as években csak úgy utazgatni. Ő mégis megtette részben a kapcsolatainak, részben a saját rátermettségének köszönhetően, hogy eljutott egészen a Szovjetunió távol-keleti részeig, Vlagyivosztokig, sőt, mi több tovább, a Kurili-szigetekig. Számomra például pontosan ez az egyik legfontosabb része az életműnek, nem a Himalája. A Himalájába csak nehéz eljutni, de nem lehetetlen. A Kurili-szigetekre eljutni az akkor is, ma is egyenlő volt a szinte lehetetlennel. És azt, hogy a Paulius ezt így meg tudta csinálni, végigjárta azokat a stációkat, amelyeknek a során ő megélhette azt a fajta, megint csak a szabadságra jövünk vissza, azt a fajta belső szabadságot, hogy ő akkor oda és úgy menjen, ahová szeretne, ennek a legfontosabb része pont még a Magyarország előtti részre volt, litvánként Szovjetunióban. Utána a második része, ezt a Szovjetuniót el kellett hagynia, akkoriban nem lehetett sem emigrálni, sem kivándorolni, egyetlen egy módja volt az, hogy házasságot köt egy idegen ország idegen állampolgárával, és úgy kapja meg nagyon-nagyon nehezen a magyar állampolgárságot. Így lett Normantas Pauliusból, született Litvánból, a Szovjetunióból eljöve nyíregyházi polgár.
kerülném is ennek a pontos meghatározását, hogy ő most litván volt-e, magyar volt-e, buddhista volt-e, nem volt egyik se, ő volt a Normantas Paulius. O kaip augėjau, vaikščioti pradėjau, ir nuvėjau in svirnelį, skrynelių dangstyt. Ir nuvėjau in svirnelį, skrynelių dangstyt. Nagyon érzékeny idegrendszere volt, és nagyon érzékeny antennái voltak mind kifelé, mind befelé. Pontosan tudta, hogy baj van. Pontosan tudta, hogy eljutott a pályájának egy olyan részére, amelyik már ugyanúgy nem folytatható tovább. Tett kísérleteket, nem cipelt 3 fényképezőgépet és 500 tekercs filmet, hogy könnyebben mozogjon, megpróbált keleti gyógymódok, szárított kobra méreggel, meg nem tudom mi mindennel próbálták gyógyítani, nem nagyon sikerült, és ő érezte azt, hogy most itt van az ideje annak, hogy ő valahogy valamilyen módon összegezze azt, amit eddig csinált. Nem tudtuk, én se tudtam, ő meg különösen nem, hogy 17. januárjában meg fog halni. Úgy írtam meg a könyvet, hogy még minden sorát, minden képét olvasta. Még a beteg ágyán az utolsó néhány adatot, ami kicsit össze volt keverve, mert hogy félig litvánul volt meg, félig angolul, félig magyarul, ezeket ő még kézírással kijavította és meghalt. Nekünk innen Magyarországról egy kényelmes, jól fűtött lakásból, egy puha fotelból nagyon-nagyon elképzelhetetlen, hogy milyen az, hogy az ember napokig megy 6000 méter magasan, sziklák között, hágókon, ki nem tudván, hogy mi várja másnap, nem tudván, hogy fog-e aludni valahol vagy sem, hogy kivel fog találkozni, kivel nem, és ebből születnek a képek, és mi meg ilyen nagy mellénnyel azt mondjuk, ez a kép jó, ez meg nem jó. Nem erről van szó, hanem arról, hogy ő ott volt, látta, megcsinálta, és helyettünk volt ott. Katra pilniausia, didžiausia, tai tavo skrynelė. Katra pilniausia, didžiausia, tai tavo skrynelė. Részemről nem dicsőség, hogy most megjelent egy könyvem, hanem egy adósság törlesztése, hogy mindazt, amit kaptam tőle emberileg, lélekben, saját személyiségem fejlődésében, azt most visszaadtam.